Mondjuk Leonardot nem is említem, és a, a, mindenki által ismert, de szerintem nagyon kevesek által igazán alaposan megfigyelt, hogy egyszer nem lehet megnézni a lúrba, a szerencsétlen monalizát. Hogyha az ő portréit most nem is helyezzük előtérbe, akkor azt mondom, hogy viszont ha járnak a louvre hát tolakodjanak a Monalizánál, nem lehet megnézni, de utána menjenek el, nem messze onnan Raffaellónak ott van egy Baldassare Castiglione nevű nagyszerű férfiúról egy olyan zseniális portréja, amelyik méltó párja a Monalizának. Hogyha a nő portrék között a top a Monaliza, akkor a férfi portrék között ez a Raffaello portré, amelyik aztán tónusaiban, beállításában, fényelésében, képkivágásában, minden egyébben nagyon tanulságos a fotográfusok számára mondjuk, hogy egy nagyszerű, méltóság teljes, szomorú ember arcképének a, a csúcsa ez a kép. És aztán mindenképpen ajánlom szíves figyelmükbe, ez aztán igazán nem olyan elérhetetlen dolog, a Magyar Nemzeti Galéria termeit, ahol mindenképpen nézzék meg mondjuk a Magyar arcké arcképfestészetnek a nagyjait, akiket már csak azért is érdemes megnézni, mert ezek az önök kollégái is, mert hogy a legjobbak közül ők Barabás Miklós vagy Borsos József nem csak arcképfestők voltak, hanem arcképfotográfusok is voltak, és akkor nagyon sok mindent meg lehet érteni abból, hogy azok a szabályok, amik azért a mai napig léteznek, és nagyon érdekes módon, és ezt is nem árt, ha tudja a fotográfus, nem csak a fotográfus számára léteznek, ezeket az emberek is ismerik, és nem csak a hivatásos modellek ismerik, hanem valahogy mindenki szocializálódott ezen. Tehát azok a beállítások, azok a pozíciók, amiket öntudatlanul elfoglalnak az emberek, amikor fényképezik őket, hogyha nem kérnek tőlük mást, azok bizony ezeken a, a kliéken kliséken alapulnak, és ezeknek a Biedermeyer klisék alapján készült fotográfiákon alapulnak, amelyek ott vannak a családi albumainkban, a nagyanyáinkat és a dédanyáinkat. Ilyen beállításokban és ilyen ábrázolásokban láttuk, és miután oly sok mindenben mit is tudnánk más tenni, az elődeink nyomdokain járunk, gyerekneveléstől kezdve a, pályánk választásában mindenben befolyásolnak bennünket a szüleink és az elődjeink, és az ő hétköznapi példái, hát hiszen ezt ismerjük legjobban, még a fényképezkedési szokásainkban is, a kamera egyik és a másik oldalán. Hihetetlenül sok mondhatnám, hogy megszámlálhatatlan mennyiségű fotoportrét valahogy rendszerezni kellene, akkor ahogy már korábban is egy kicsit pedzegettem, az én elképzeléseim szerint legalábbis két fő irányba sorolhatók ezek. Nagyon leegyszerűsítve a reprezentáló vagy konstatáló portré az, ahol a lefényképezett karakter vagy szubjektum a maga egyéniségében csak egy apropó. Csak valaminek a hordozója, valaminek a megtestesítője, valami az ő személyiségében, külső megjelenésében és a belsőjének a külsőjére való kivetülésében, valami olyasmi sűrűsödik benne, ami a fotográfus számára érdekes lehet, fontos lehet, tehát valamit megtestesít. Tehát, ha úgy tetszik, a modell az pusztán, idézőjelve mondva, csak hordozza a művészi szándékot, nagyszerűen megtestesíti. Hogy egy kicsit egyszerűbb legyen, hozzunk példát, mert az mindig egyszerűsíti a dolgokat. Volt egy kiváló német fényképész, úgy hívták, hogy August Zander, a 20. század elején kezdett el fényképezni, és egy hihetetlenül nagy fába vágta a fejszéjét. Azt találta ki, ha itt van ez a nagyszerű találmány a fotográfia, amivel viszonylag könnyen, gyorsan és egyszerűen nagyon sok embert le lehet fényképezni. Egyébként is én megfigyeltem, hogy bizonyos fotográfusokban a régi enciklopédisták élettek újjá szeretik összegyűjteni a dolgokat és összerendezni a dolgokat. Na ő is így volt, és ő nem kisebb gyűjtő munkába fogott, mint hogy az embereket, az embertípusokat akarta összegyűjteni, nevezetesen úgy gondolta, hogy csinál egy nagy arcképcsarnokot a 20. századi emberekről. Aztán ez a 20. századi németségre szűkült le, ami azért még, ha belegondolnak egy kicsit, igazán nem egy könnyű munka. És hogyan járt el Zander? Úgy, hogy neki nagyon karakteres elképzelései voltak arról, hogy milyen fajta foglalkozási ágak, Társadalmi csoportok, milyen életkorú emberek, milyen státuszú emberek, milyen vagyoni helyzetű emberek, milyen akár fogyatékkal élő emberek alkotják úgy a, a német társadalmat, a 20. századi német társadalmat, hogy a szociológusok szavaival élve reprezentatív mintának látszódjon ez. És nekiállt, utazott föl-alá és szisztematikusan gyűjtötte a neki megfelelő embereket, és hogyha megnézik a képeit, szerintem elég jól sikerültek ezek. A banktisztviselőtől a cukrászon át, a falusi tanítón keresztül, a vakgyerekekig egy hihetetlenül nagy palettát varázsolt elő a 20. századi emberekből, a 20. századi ember nem etnográfiai, hanem szociológiai értelemben. Tehát, mint a 20. századi társadalomban, annak is az első évtizedeiben élő emberek, mint minden óriási nagy vállalkozás, hát ez is befejezetlen maradt. Aztán mondok egy régebbi példát, amelyik egy kicsit más gesztus, mert, mert mai értelemben véve, aki csinálta, az nem így gondolta még. Egy kifejezetten riporteri attitűddel állt hozzá, ez pedig Edward Curtis, aki csodálatos képeket csinált indiánokról még korábban, tehát a 19.-20. század fordulóján. Neki is nagyon karakteres elképzelése volt, ő azon akkor még viszonylag kevés észak-amerikaiak közé tartozott, akik lelkifurdalást éreztek amiatt, hogy a modern amerikai Egyesült Államok, hát most ne szépítsük a dolgot, az indiánok vérén épült föl, brutálisan bántak el az ős lakossággal, amiről hosszú ideig beszélni se lehetett. Most se nagyon szívesen beszélnek róla, de azért elismerik már ezt. Körtiz úgy gondolta, hogy ezek az emberek, akik abban a 24. órában abban a formában, abban a formájukban, abban a kulturális, etnográfiai, szociológiai megjelenésükben, ahogy indiánok, a, a nagy indián regények szerint és a mi ismereteink szerint is. Tehát el fognak tűnni, és ezért borzasztó nagy kár. A lényeg az, hogy körtiznek, elhatározott szándéka volt, hogy megmutatja, hogy milyen értéket jelentenek ezek az emberek, akik ebben a formában el fognak tűnni. És nagyon szisztematikusan járta az indiánok, akkor már jó részt rezervátumokba voltak kényszerítve vidékeket, és kereste azokat a típusokat, akik. Ezeket a valóban nagyszerű embereket meg tudják jeleníteni. Ő aztán ezeken túl, ezeken a klasszikus portrékon túl minden mást is igyekezett dokumentálni, ami az indiánokhoz tartozik, és ilyen értelemben is portré, amit csinált. Tehát, hogyha az egész sorozatát megnézzük, akkor a lakóhelyükkel, a környezetükkel, azzal a tájjal, amiben éltek és mozogtak, együtt is kiad az egész sorozat egy portrét, mert azért ha már portréról van szó, akkor egy ilyenfajta mű egész is fölfogható egy portrénak. Ez a klasszikus indiánság, észak-amerikai indiánságnak a portréja. Hasonló módon egy nagyon karakteres, itt már egy modern példát hozok, nagyon karakteres elképzeléssel készítette a kifejezetten reprezentáló portrét, tehát jellemző típusokat keresett, és olyannyira csak a, a, típus volt a lényeges, hogy minden zavaró tényezőt el akar tüntetni, és minden külső körülményt le akar erről hántani, tehát egy egységes háttér előtt fényképezte le ezeket a figurákat. Az egyébként inkább divat és reklám híres, de hát azért portré fényképezésről is nagyon híres Richard Evedon akinek például van egy remek sorozata a, a korszerű amerikai szegénységről. Tehát a 60-as évek e, nyugati e, partjának szegényeit fényképezte le, méghozzá azokat a szegényeket, a, akiket és akikről a köztudat e, hogy mondjam, megfeledkezett. Tehát nálunk is, például Magyarországon, hogyha szegénységről van szó, akkor rögtön a hajléktalanokat hozzák föl, ami valami nagyon sajnálatos jelenség, de a szegénység ennél sokkal rétegzettebb, és bizony nagyon sok olyan része van, amelyik, ha úgy tetszik, rejtve marad a nem érintettek előtt, ezeket akarta megmutatni Evedon, ezt a, a szegénység képet akarta, úgy tetszik, egy kicsit árnyalni, vagy akár összezavarni. Hát ha már kifejezetten erről van szó, akkor hozhattunk egy olyan példát is, amelyik aztán tudatosan meg akarta mutatni a társadalom egyik részének a társadalom másik része méltatlan helyzetét, mondjuk Kálmán a híres Portrész sorozatát, amit Tiborc album címmel kiadtak, és Moritz Zsigmond írta az előszavát, a nagyszerű Cserépfalvinál jelent meg József Attila a könyvkiadójánál, és Boldizsár Iván írta a szövegeket az egyes portrékhoz, Kálmán Kata nagyon szisztematikusan előre elhatározott céllal, ha úgy tetszik a mai divatos szóval, az akkori társadalom, tehát a 30-as évek társadalmának veszteseit fényképezte végig a négy éves kisgyerektől a, az öreg parasznéni. E, és akkor itt már példát mutathatunk arra is, hogy az igazán jó képek, vagy az érdekes képeknél aztán bajba is vagyunk, mert ezt joggal, sorolhatnánk mondjuk a szociófotográfiához is, ilyen szándékkal is készült, de azért nyugodtan bemutathatjuk itt a, a portré műfajánál is. Hasonlóan előre elhatározott szándékkal kereste a maga karaktereit, nagyon különös karaktereit, az az amerikai Diane Arbus, akit pedig hát az autonóm művészet alkotójaként is számon tartanak, és nagyon sok olyan modern fotográfiai irányzat van, amelyik az előképét benne látja meg. Nagyon sokszor jellemzik úgy az ő sorozatát, hogy ő a devianciát kereste, tehát hogy én nem gondolom, hogy ez lett volna a szándéka, nem a devianciát kereste, hanem az ő fejében volt egyfajta Amerika kép, amiben úgy gondolta, hogy maga Amerika olyan deviáns irányba fordul el, hogy részben a deviancia hihetetlenül nagy számban mutatkozik meg, a szó mondjuk köznapi értelmébe vett deviancia, és ami normálisnak számít, bizonyos alaposabb ránézésből, hát az sem ütel lényegesen attól, amit a hétköznapi értelemben vett deviánsnak gondolunk. És hát valóban a, a törpe emberektől a, a óriási nagy két méteren felüli nagyságúra megnőtt fiatalemberen át a transzvesztitáig az úgymond deviánsnak mondott embereket is összegyűjtötte egy arcképcsarnokba, de teljesen normálisnak látszó hétköznapi gyereket is lefényképezett a parkba, aki valamilyen módon mégis úgy viselkedett és olyannak mutatkozott, ami hát elég fenyegető jövőképet festett akkor Amerika elé, amennyiben a gyermekek a, a testesítik meg a jövőnket. Ez is egy nagyon érdekes fajta arcképcsarnok. És látható, hogy ez a, az első pillantásra, ha úgy tetszik, bizonyos szempontból eh, könnyebbnek látszó, és a fotográfia szempontjából, ha úgy tetszik, olyan egyszerűbbnek látszó megközelítés, tehát nevezetesen nem akarom minden áron lélekbúvár módon megfejteni a modellt, akit lefényképezek, hogy ezek a, ezek a megközelítések is, hogyha ha jó a koncepció, hogyha izgalmas az az eszme, amit meg akarok mutatni egy ember vagy egy embercsoport ábrázolásán keresztül, akkor az hihetetlenül érdekes lehet, és nagyon komoly művészi értéket is képviselhet.